szeretettel köszöntünk benneteket. A mai naptól megpróbáljuk hangfáj, illetve majd videófájként bemutatni a leghúzósabb, legérdekesebb anyagainkat. Tudom, hogy sokan szerettek olvasni, de ha esetleg nincs kedvetek, időtök, akkor arra gondoltunk, hogy hang üzenetként vagy videó üzenetként szívesen megnézzétek, elolvasnátok, illetve meghallgatnátok a kiemelt anyagainkat. Fogadjátok szeretettel. Az első anyagunkat ugye tegnap bejegyzést tettek közé a Facebookos Pótkocsma oldalunkon, hogy három új kollégát is köszönhetünk köreinkben. És most itt van mellettem Angyal Ádám Bence, aki drága kis húgom gyermeke, Végegyházán lakik, de Orosházára jár. Hova is jár? A Mezgébe, a Kossuth Lajos Mezgébe. Szakközépiskola, gimnázium, vagy szakiskola? Szakiskola. Szakiskola. És milyen szakmát tanul? Szobafestő is már. Nagyon szép szakma. Egyrészt jól keresnek, ugye, másrészt tudom, hogy nagyon... Ilyen szakma. Szeret. Persze, és ilyen szakma is így van. És milyen eredménye zártál most fél évkor? Hát 4,31. Na hát, gratulálok, nagyon szép. Most azt szeretném kérdezni tőle, Rádikám, hogy hogyan tanultad meg azt, hogy tudod szépen megvágni a hangfájlokat, illetve a videókat? Kitől tanultad meg? Hát ez már régebb óta érdekelt engem, hogy hogy lehet ezeket csinálni, mert láttam videósokat, meg ilyenek. És nekem is megtetszett ez a videóskodás, meg az ilyenek. Készítgettem ilyen házi videókat, utána néztem szerkesztők után, kitanultam őket, én megtanultam, hogy kell használni, utána néztem YouTube-on, úgy forrásként, hogy mit, hogyan kell csinálni, majd utána én is ugyan sárhalom, és mutattam, utána már megszoktam. Értem. Hát reméljük, hogy majd sokat tudsz nekünk segíteni, hogyha elakadunk, főleg én, mert ugye én teljesen úgy vagyok a technikai dolgokkal, hogy nem igazán kedvez nekem, tehát mindig valamit elrontok, vagy egyáltalán nem tudom megcsinálni. Tehát a hangfájl készítésben, éppen most, amit most fölveszünk, ezt is majd Ádika fogja nekem megtanítani, hogyan működik ez az egész, meg majd esetleg a videókat is, hogyha eljutunk odáig, hogy hogyan kell felrakni, mert ezt sem tudom, ugye. Na most szeretettel bejelentem, hogy Szegi Csongor barátunk elvállalta a zenei rovatot. Tehát ő fogja vezetni a zenei rovatot. Egyébként ő zenész, nagyon szépen gitározik, több együttesben játszott már, és bizonyára hamarosan olvasni fogtok egy vele készített interjút itt a magazinunkban, amint elkészülünk a honlapunkban, mert ugye biztos tudtok arról, hogy hamarosan új dizájnnal jelenünk meg, tehát teljesen új arculatot veszünk föl, méghozzá virág NDT Péternek köszönhetően, illetve drága kis szeretett Benink, Csala Sándor Benink jó voltából, és aki a honlapunkkal foglalkozik most, aki nagyon nagy jó cimborám és szakember, Bitó Attila fog ezzel foglalkozni. Na most, mint említettem, a Csongor nagyon szépen játszik gitáron, tegnap megbeszéltük, hogy ő mit szeretne, és szívesen belekóstolna az újságírásba, és kimondottan a zenei rovat érdekelné, hogyan kell készíteni interjút, ebben segítek neki, és fogadjátok majd szeretettel az anyagait. Nem csak írásban fog készíteni interjúkat, hanem főként videó, illetve hangfájlos interjúkat, mert ő teljesen ért hozzá. Tehát ő szakember ebből a szempontból, én sajnos nem értek hozzá, mint mondottam. Na most, biztos olvastátok, meghallottatok arról, hogy az irodalmi rovatunkat ki fogja vezetni az elkövetkezendő időben. Rékasi Zsigmond neve azt hiszem mindegyikünk számára ismerős. Olvashattatok valamikor itt a honlapunkon egy interjút vele, én készítettem vele. Ő egyébként meg kell mondanom, hogy kora ellenére nagyon jól látja a mai politikai helyzetet, és minden megtenne annak érdekében, hogy kicsit változzon, ami itt van Magyarországon, de most ebben nem akarok belemenni, de azt tudom, hogy olyan verseket ír, amelyek közül már egy párat megjelentettem itt a honlapunkon is, illetve hát regényírással foglalkozik, meg egész érdekes dolgokkal, most érettségizik egy magán gimnáziumban, fogadjátok szeretettel az ő munkásságát is, reméljük, hogy hamarosan megjelenik az első anyagával, amit megígért, hogy nem sokára fölrakhatjuk. Na most
Árikám, te láttad, hogy van két ilyen bannerünk a honlapunkon. Te szeretsz kattintani, hogyha vagy egy honlapon, és akkor ami érdekel, esetleg hirdetés, akkor át szoktál menni? Persze, rá szoktam menni, meg igazából ezzel segíteni is lehet mondjuk azt a oldalt, hogy azokat az embereket, akik ebbe dolgoznak, hogy legörgettek, és ott van egy kis link, vagyis ilyen kis banner. Igen, ilyen reklám, kettő is van, és az egyikre rákattantuk, már az is tökéletes nekünk. Így van, de nem elég rákattintani, hanem amikor rákattintotok, ugye megjelenik maga az oldal, a hirdető oldalon, és még azon belül, hogyha egy kis már pár másodpercet időztök, rámentek egy menüpontra, rákattintotok, ebben az esetben viszont számol nekünk a szolgáltató, aki ezt a két bannert, csíkot biztosította számunkra, és a hirdetők révén kifizet bennünket. Tehát arra kérlek benneteket, Ádámkával meg kollégáimmal együtt, hogyha amennyiben van időtök, kedvetek, akkor néha kattintsatok, hogy esetleg szebb, illetve minőségibb anyagot tudjunk a számotokra biztosítani. Köszönjük szépen, ennyi volt most, de nem sokára visszajövünk. Sziasztok! Sziasztok!